Együtt a jobb egészségért, ezzel a mottóval indult útnak egy mozgalom, amelyet 2003-ban álmodott meg egy csapat Forrai Lázár vezetésével. Több településen is volt megállójuk az önkénteseknek, most Szováta következett. A program egyik önkéntesével beszélgettünk. Az Együtt az egészségért című programmal érkeztünk, ami már 2003 óta működik az ország különböző részein. Dolgoztak a kollégáim az évek során már több városban, de most Szovátára is megérkeztek. Ez a program megelőzésképpen és felhívásképpen szól a társadalom különböző embereihez, akik megállnak a standainknak, elvégezzünk különböző egészségügyi teszteket ingyen, felmerjük a testzsír szintjüket, a vérnyomásukat és az oxigén szintjüket. Most a különböző dolgokat fedezünk fel, természetes terápiákat vagy orvosokhoz irányítjuk őket. Egy fejlődő csapatról beszélünk, akik az évek során számos helyen megfordultak. Arról is faggattuk Hunort, hogy mennyire volt igény ezekre a vizsgálatokra Szovátán. Meglepő módon volt rá igény, az emberek állnak meg a standainknál, és a kollégáim, akik üzletről üzletről és házról házra járnak, ők is volt érdekeltség. Emellett könyveket is javaslunk az embereknek, amelyeket megvásárolhatják. Több helyről érkeztek önkéntesek, akik szívesen végezték a munkájukat, és elmondásuk alapján jönnének még Szovátára, ugyanis a helyiek nagy érdeklődéssel követték munkájukat. Reményekkel telve tekintenek a jövőbe, és szeretnék, ha mindenki tenne a jobb egészség érdekében.